Koroknai András Nagy Rábéhoz kötődő emlékeiről és a börtönökben tett szolgálatairól osztotta meg velünk gondolatait. Amikor megkapta a felkérést, hogy jöjjön el Nagy Rábére egy ilyen kötetlen beszélgetés, ez hogy érintette? Mi volt az első gondolat? Hogy az első gondolat? Hát az első gondolat az, ha az ember bármilyen vonatkozásban, hát hangsúlyozom, bármilyen vonatkozásban egy pozitív visszajelzés ér, az jó eső érzés. Hogy a felkérés megkaptam, azt hiszem, hogy levélben történt ez a felkérés a Bányai tanárról. Megírta, akkor ez egy jó eső érzés volt, mert ez az én számomra egy pozitív jelzést közvetített, nevezetesen, hogy van valami nyoma annak, hogy én nem voltam itt 10 évig hiába a gyülekezet szolgálatában. Én azt, hogy is mondjam, én erre szoktam elmenni. Ott, hogy, vagy van, hogy direkt erre megyek el, hogy lássam a Nagy Rábei templomot. Így, ahogy van. Mert a környék, megítélésem szerint kívülről is, az egyik legszebb temploma. Számunkra meg az a jó leső, hogy érzi a szeretetet, meg a kíváncsiságot, meg a figyelmet, ami innen irányul önre. Tehát itt elmegyek, vagy direkt erre jövök, hogy itt menjek el, nem csinálok más, nagyon ritkán bejövök a tiszteletes úrhoz, nem csinálok más, csak lelassítok, és amíg itt végigjövök a körforgalomtól, és itt elmegyek a kanyarba, addig 10 év átszaladt rajta. És ez egy jó érzés. Még mindig jó lesz. Ez egy jó érzés, ebben benne van. Itt a presbitérium, Margit, a Jakab Sanyi bácsi, a Nagy Rábéi mesterek, akik lebontották, vagy lebontotta, meg újraépítette a Bajomi templom toronytetőt, a Jakab Sanyiék csinálták a toronynak a belső kőműves munkáit, hogy kivésték 20 centi mélyen, jobbról balról a sarlottnál a falat, akkor bevasalták, beöntő, a hatalmas munka volt, csigával, hát a mai világban ez. Már mesélem, hogy ilyen nem is volt. Amikor meghallja a Nagy Rábéi református templom hangjait, milyen érzések jönnek felőnben? Hát mondjuk egy speciális, ami a lelkemben érint, annak a hangja, az a személyes élményeket fondít meg. A Nagy Rábéi templom harangjai, hát mondjuk, ami látványos és szembetűnő, ennek a templomnak a külső felújítása van az időben történt, amikor szolgáltam, előjönnek az ügyvitellel kapcsolatos élmények, nehézségek, azoknak a megoldása, a mesterekkel alkalomattán, az összhang alkalomattán, a húzóvonal, hogy ez szokott lenni, az esetleges szorongások, hogy a munka végén összeére a nadrágszíja, a tennivalókon ki tudjuk-e fizetni a mestereket, sok személyes ilyen dolog. Amire nagyon emlékszem, nagyon felemelő dolog volt, amikor egy adventi istentisztelet keretében megemlékeztünk a temesvári helyzettől, idején az 90 körül volt, és tartottunk egy ilyen megemlékező, tehát nem csak adventi Isten tiszteletet, hanem egy könyörgést a tőkés tiszteletesért, meg a gyülekezetért, és akkor itt oltjára álltak az emberek, az együttérzésüket kifejezték, nagyon felemelő.
Arról mit gondol, vagy hogyan érez, hogy önnek mekkora szerepe volt abban, hogy a Nagy Rábén a közösségi élet nagyon jól és élénken működött? Úgy gondolom, hogy az volt a szerencsés dolog a kezdeményezésekkel, amit esetleg itt érintettem, és egyetértettem, és amennyi rajtam állt a előrevitelükben, meg a megvalósításukban, hát az én tehetségem szerint megtettem, ami rám volt bízva, meg megtehettem. És ez tényleg egy felemelő érzés volt, hogy volt sodrása az életnek, tehát nem egy állavizolt, ami engem esetleg zsenírozott is, különösen a kommunizmus idején, hogy az egyházi élet házi őrizetre volt bízva, azaz bezárták a templomba. A templomba csinálhattunk, amit akartunk, de a templomon kívül az egyháznak a közéleti szerepe nulla volt. Amikor csináltunk ilyet, hogy hálaadó békénap, vagy csináltunk egy pályázat során egy kiállítást a Bihar nagybajomi templomban, amit vándoroltatni szerettünk volna, abban az időben, a 87-ben, ha jól emlékszem, akkor hát ez egy ilyen jelzés próbált lenni, hogy hát élünk, de nem vagyunk megelégedve azzal, hogy be vagyunk zárva. Nem, igenis, részt szeretnénk venni a népünk, a nemzetünk, tudom mondani konkrétan a községünk hétköznapi életében. És hát ez a, mondjuk ez a pályázatos kiállítás, látható volt a művészek reagálása is, hogy egy Bihar nagybajomi presbitérium felhívására 100-valahány pályamű érkezett be. A Zicsi Galéria művészei reagáltak itt rá. Ebből válogattunk ki 62-t, és állítottuk ki advent első vasárnapot, azzal az elgondolással, hogy ezt vándoroltatjuk. Ezt lefújták, ezt a vándoroltatást, mert pártunk és kormányunk nem volt beleavatva az előkészítésbe, és akkor róla mindenképpen le akarták venni a palástot. Hogy visszajelzésekből tudom. Ugye hajszálon múlt az, hogy na nem fosztottak meg a lelkészi szolgálat lehetőségét, mert a rendszer ugyan már agonizált, de azért annyi ereje mindenképpen volt, hogy egy ilyen nem számít embert, mint én voltam, beletaposanak a hasába. Milyen nehézségekkel jár együtt ez a lelkészi hivatás? Hát amit én különösképpen gyülekezeti lelkipásztorként megtudtam magam számára, esetleg a családom a gyülekezetnek a számára fogalmazni, ez az állandó inspekció. Hogy az én polgári szolgálatom idején a nap 24 órájában rendelkezésre kellett állni. Az év elejétől az év végéig jelentette. Ez engem nagyon kifárasztott. Ezt azt tudnám hasonlítani, ha azt parancsolnák neked, hogy tartsd a kezedet így, semmi más ne csinálj, csak tartsd így, hogy is mondja, egy pár óra múlva, ez nagyon fárasztó lenne. Na, ez az állandó inspekció. Természetesen azzal, hogy nem csak tartani kell a kezét az embernek, hanem le kell venni, és akkor dolgozni. Egyszer ezt, egyszer azt, egyszer amazt. De nincs szünet. Ez egy óriási kihívás, meg az ennek való megfelelési kényszer. Egy óriási stressz jelent. Legalábbis az én számomra azt jelentette, nem beszélve róla, hogy engem mindig zavart, ha azon kaptam akár magamat, akár kollégáimat, hogy hasból beszélnek. Tehát rutinból beszélnek, hogy nem éreztem az ige hirdetés mellett, vagy az előadás mögött nem éreztem a felkészültséget. Azt
akár szak is az ember, akár nem szak is, egy idő után azt veszi, hogy ez nyomja a rizsát, vagy pedig van mögötte valami tartalom is. Ennél fogva számomra nagyon sok energiát emésztett fel az, hogy felkészüljek egy-egy szolgálatra. Hát egy-egy szolgálatra felkészülni úgy, hogy azt úgy tudja végezni az ember, hogy a jelenlevőben az a benyomás, hogy ez kirázza a kisujjából, az nagyon időigényes, nagyon gyötrelmes. Legalábbis nekem vért kellett izzadni minden ige hirdetésen. Amikor Nagy Rábén befejezte a lelkészi szolgálatát, aztán hova, melyik településre került? Hát ugye említettem, hogy Porcsalmán voltam egy év meg pár hónapot. Ott oda pályázatot járnak keveredtem, a hárman pályáztunk, mit tudom én, döntő többséggel rám szavazott a gyülekezet, megválasztott, aztán ott ez a privatizációs malőr, ennél fogva jobbnak láttam, ha a gyülekezet békessége fontosabb, mint az én egzisztenciám, meg lelkileg se voltam valami felemelő paszban. Ez az igaz, és akkor lemondtam a lelkészi állásomról, és hogy is mondjam, ez a börtönlelkészi szolgálatra való megszólítás, ez úgymond egy folytatási lehetőség is volt az én számomra, erre igen mondtam. Egy magyar református lelkésznek nem a börtön az álma, nekem se az volt. Ambíció van, ugye? Ravasz mondta, hogy az ambíció tehetség nélkül szánalmas, ugye? Tehát azért van ambíció, én is voltam esperes jelölt, a püspök mást akart esperesnek, a püspöknek lett igaza. Ilyen az élet. De igyekeztem a börtönben a szolgálatomat a legjobb tehetségem szerint csinálni, aztán a vége az lett, hogy szeretettel csináltam. Legutóbb, az elmúlt hétfőn voltam a börtönben, hogy objektumonként, tehát három objektum van, objektumonként tartsak egy református Isten tiszteletet. Isten nagyobb dicsőségére, ez csak az a tárgyszerűség miatt mondom, hogy tényleg az Isten dicsőségét szolgálva mentem, végeztem el a szolgálatokat, aztán látottam érte, hogy együtt lehetek a fogvatartóval. Ha a börtönbe bemegyek, újra meg újra szembesül az ember az emlékfoszlányokkal. Hát az egyik ilyen emlékfoszlányom a börtön kezdet. Börtön szolgálatának, vagy a börtönbeli szolgálatomnak a kezdete, amikor három meglepetésért. Az első az volt, amikor rádöbbettem arra, hogy Isten a börtönben is Isten. Mert ha az ember azt mondja, hogy a börtönben a parancsnok az Isten, az rendes, nem? Normális, mert tényleg. A parancsnok a börtönben Isten. Ezzel nincs probléma. Ugye, vagy a különböző osztályvezető a maga szakterületein Isten, ez rendben van. De hogy az egyetlen élő és örökké való Isten a börtönben is Isten, parancsnok, meg mindenféle szolgálati funkciót betöltők felett, meg a fogvatartottak között, hát ez teljesen meglepett. Isten a börtönben is Isten. Egyébként nem csupán érdekességként mondom, hanem tényként is, az első parancsnokom Csépai József, a Nagyfai Országos Büntetés Végrehajtási Intézet parancsnoka. Nagyon meglepődtem, amikor beléptem életembe először az ezredes úr szobájába, tehát az irodájába. A szemközti falon ezt olvastam. Ha csak azt cselekedtétek, ami a kötelességetek volt, azt mondjátok, haszontalan szolgák vagyunk. Ez egy bibliai idézet, Jézus mondja a tanítványainak. Hogy én ezt egy börtönparancsnoknak a szobájába olvasom, hát
elment a lélegzetem, levegő után kellett kapkodjon. Na tehát ez egy illusztráció volt, vagy megkérdezem ezt a parancsnokomat, mondja már, ezredes úr lenne a maga akárhány évtizedes múltjával a börtönlelkész, mit csinálna ezredes úr? Azt mondja, tudja, hogy én itt a parancsnok vagyok. Hát mondom, azt tudom, hogy ezredes úr a parancsnok, de ha ezredes úr lenne a börtönlelkész, mit csinálna? Hát azt mondja, én énekeltetném a fogvatartottakat. Nem rossz. Én is szeretném, mikor kezdhetem? Hát azt mondja, ma délután. És kialakult az egyik legstabilabb börtönszolgálati program, a péntek délutáni énekóra, amit megemlített Lőkös István atyánk fia is, ugye? Lementünk, énekeltünk, meg hát különböző arcélei voltak ennek a programnak. De tényleg úgy énekeltünk, hogy ott repettek a falak a polgári gyülekezetekbe, ahol divat is, meg mit tudom én mi is, ez a dünnyögés, hogy énekelünk is, meg nem is, meg nyöszörgünk. Hát az egy csodálatos felemelő érzés volt. Egyébként már megrendeltem ezt a CD-t, de még nem kaptam meg, mert hoztam volna egyet itt reprezentációnak, hogy osztogattam volna belőle. Abból is lehet látni, hogy abból erősugázott. Az ének akkor valami, ha abból erősugázik. Ugye ez az Isten tisztelet kezdetétől része a liturgiának az ének. A nyöszörgünk az nevetséges. Ha beleadjuk apait, anyait, mint például a Dávid, aki teljes erőből táncol, tehát vagy így dicsérjük az Urat teljes erővel, vagy hát ez olyan, hogy nem lehet kétfelé sántikálni, hogy dicsérjem is, meg nem is, ez a félnautás kereszténység, ezt nem hívják semmit. Hát ez Isten a börtönben is Isten. A másik, hát ugye a köztudatban legalábbis az volt, hogy ezek az idézőjelbes masszerek, ugye a parancsnokok is, meg az osztályvezetők is azt mondták, én is masszer vagyok, csak ez a szolgálati beosztásom. Érted? Tehát a masszerekről, ugye a köztudatban az volt, hogy hát ezek bárdulatlan, hülye, mit tudom én, bugris emberek. Nem igaz. Nagyon sok finom lelkű, művelt emberrel találkoztam. A szolgálati rendfokozatától függetlenül lehetett ez őrmester is, meg lehetett tábornok is. Hogy nagyon sok finom lelkű emberrel találkoztam, akinek szívügye volt az a munka, amit ott rábízott a Jóisten és csinálta. És ezzel meglepődött az emberben, hát a köztudatnak én is része voltam, ugye, hogy hát a bőrt, hogy jaj, hát az olyan, amilyen. A harmadik dolog pedig, amikor rádöbbentem, hogy a fogvatartottak nem véletlenül vannak a börtönben. Hát ahhoz valamit el kell kövessen, hogy valaki ott lehessen. Ez nem úgy van, hogy arra járok és bemegyek már egy kis sziesztára, hogy ott elidézzük egy pár hónapot, vagy évet, vagy stb. Nem. Ahhoz valamit el kell követni, amit bizonyítanak, meg megvan nyilván az adminisztrációja. Vannak, akik szörnyű dolgokat követtek el, például elvették egy embernek az életét. Ezek között is igaz, ha valaki szörnyű bűncselekményt követett is el, ez nem jelenti egyenesen azt, hogy ez az ember egy született gonosztevő. Először elkövetett valami nagy gonoszságot, de ez nem gonosztevő. Elmondanék egy példát, mondhatnék többet, egyet mondok. János bácsi. János bácsi 46 éven keresztül mozdony vezető volt, az élete nagyobb részét, mint villanymozdony vezető töltötte szolgálatban.
Nyilván a vasúti rendszerben, abban az időben a falusi gőzös, meg a villanymozdony, ami szállítja az utasokat, ez hát szolgálati respekt, különbség. János bácsi életellenes bűncselekményét került a börtönbe. Kapott 12 vagy 14 évet. Ezt letöltötte. János bácsi iszonyú dolgot követett el, mert elvette egy ember életét. Ezt nem lehet visszaadni. Nem lehet elmagyarázni. Meg nem lehet ilyen, hát hogy is mondjam, félnotás dologgal megmagyarázni, hogy hát pszichológiai kezelés alatt állt, vagy pszichiáterhez járt, meg hogy mit tudom én, milyen nyugtatót szedett. Ez a tény nem változtatja meg, akár milyen körülmény. Elvette az életét. Megkapta az ítéletét. Ő ettől nem gonosztevő. Van egy atyánk fia, aki szintén ilyen bűncselekmény következtében töltött ott 11 évet kb. Az elmúlt családi találkozókon, ez az atyánk fia is ott volt. De ő azt mondja, hogy ő az én lelki gyermekem. Én is azt mondom. És ott volt. Mert a lelki kapcsolat sokkal erősebb, mint a vérségi kapcsolat. Ezért mondja Calvin, akinek egyébként holnap lesz a születésének, vagy a halálának a 460. évfordulója, hogy nekem bár vérségi gyermekeim nincsenek, de szellemi lelki gyermekeim annál inkább sokan vannak. Pál, hogy az én Timóteus, az én szeretett fiam, akit fájdalommal szólok. Vannak lelki gyermekek. És ezek nagyon fontosak. És egy családanya, meg családapa is akkor, hogy is mondjam, igazán boldog, a gyermeke, meg az unokája nem csak test szerint gyermeke, hanem lélek szerint. Milyen érzésekkel távozik a délután innen Nagyrábéről? Hát azzal az érzéssel távozom, mint amikor egy háziasszony eltálalja az ételt, összeszedi a terítéket, és akkor azt látja, hogy hát nem csak a benyomásom volt az, hogy itt jól érezték magukat, akik az asztalnál ülnek, hanem a lények is ezt mutatják. Hát ez az érzésem, hogy jó volt, hogy együtt voltunk. Jó volt ez a tálalás, és ott tartalom. Nem csak materiális lehetőségünk volt, hanem szellemi, lelki közösség is. Ott menázsunk.